Közelmúltban Ceglidi Péter Pál református lelkipásztorhoz látogattunk el, hogy meghallgassuk a múltban szervezett több generációs tábori élményeikről szóló beszámolót. Mind azt elmondta, ők kifejezetten arra törekedtek, hogy ne pusztán a gyerekeknek hirdessék meg az akciót. Családokat vártak, családokkal utaztak, és igazi különlegességeken, jobbnál jobb programokon vettek részt. Tulajdonképpen a gyülekezet hozott egy tudatos döntést, hogy mi a gyerektábor helyett inkább olyan tábort szervezünk, ami az egész család számára elfoglaltságot, feltöltődést nyújt, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy ez gyümölcsöző mind a gyerek, mind a szülő számára, hiszen a, a gyermek akkor tud eljönni a táborba, hogyha jön vele, vagy a nagymama, vagy a nagypapa, vagy mindkettő, vagy a szülő, és akkor tulajdonképpen ez nem egy-egy generációnak egy elszigetelt élménye lesz, hanem egy, hanem egy közös élmény, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy a gyerekek felnőtt társaságban tanuljanak meg szocializálódni, élni, és hogy a hídgyakorlásuk is abba történjen. Ahogy hallhattuk, eddig egy-egy bibliai történet köré épült fel a tábor tematikája, idén azonban azt kapta a főszerepet, hogy az evangélium hogyan szépíti meg a közösséget. Nem csak ige hirdetés volt, hanem bizonyosságtétel is, amely mindenkinek nagy élmény volt nagyon fontos eleme volt ennek az egész gyülekezeti tábornak az, hogy ne csak ige hirdetések hangozzanak el, hanem bizonyságtételek is. A bizonyságtétel az a műfaj, amiben egy, hát egy keresztény ember elmondja azt, hogy ő hogyan lett tulajdonképpen keresztény, ki ő, honnan jött, hogyan találkozott Jézussal, és ez miben alakította át az ő életét. Ez egy nagyon szép dolog, hiszen olyan emberek beszélnek a hitükről, akik egyébként nem lelkészek, tehát nincsenek ahhoz volt, hogy kiálljanak. 60-70 ember elé erről beszélnek. Ezt egészítettük ki közös énekléssel. A közös éneklésen egyébként a gyerekek is részt vettek, és minden reggel közös imádsággal kezdtük a napot. Cegliti Péter Pál arról is beszélt, hogy igazi közösségkovácsoló élmény volt a kékestetőre szervezett túrájuk is. Míg a legidősebb túrázó 80 év felett volt, addig a legfiatalabb mindössze óvodáskorú, mégis együtt értek idézőjelben célba, és együtt élték át az említett élményt. Ez megint csak egy nagy élmény volt a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is. Nem azt mondom, hogy lépést tartani egymással, hanem, hanem hozzálassulni a, a másik emberhez, és ez egy fontos dolog, hogy egy gyülekezet, amikor elindul egy úton, akkor ezen az úton ne legyen senki, aki, aki lemarad, akit hátrahagynak, és hogy nagyon szép volt megtapasztalni azt, hogy a egy közösségként feljutott erre a magyar csúcsra, és úgy, hogy a legidősebb túrázó szerintem 80 fele járhatott már, a legfiatalabb pedig alsó osztályos, sőt, bocsánat, a kisfiam Ovis, aki ezt teljesítette, és ez nagyon jó dolog volt. Élményekben és közösségi eseményekben gazdag tábort szerveztek, tehát a helyi reformátusok az elhangzottak alapján talán biztosan mondhatjuk azt, hogy jövőre veletek újra, még ha nem is ugyanitt.